Ez alkalommal a közgazdaságtan spirituális hátteréről lesz szó. Közgazdaságtan mint tárgy, mint tudományterület, és annak a spiritualitással való kapcsolatára. Miért ezt veszem elő? Az elmúlt években voltam a Pázmány Alapítvány elnöke, és valamelyik hallgató pályázott hozzám, és beleírta, kellett ugye a tanulmány eredményt, a szociális helyzetet, és a keresztény elkötelezettséget igazolni, és a kislány, egy lányzóról volt szó, egy felsőbb évfolyamos kollégátokról, beleírta, hogy, és találkoztam Tomás Halikkal, a Templeton díjas pappal Prágába. Kedves barátaim, mondtam magamban, hogy én nem értem ezt, mert én ezt a nevet, hogy Templeton, én ezt ismerem, de ezt a szakmámból ismerem. Mi köze ennek egy paphoz? Szakmámban, a pénzügyekben, mert ugye ezt is egy érdekesség, soha többet nem fogjátok hallani senkitől. Magyarország volt az egyetlen ország a KGST-ben, amikor még szocializmus volt, aki ki tudott bocsátani állampapírt. Mert hogy mások csak a bankoktól vagy államoktól tudtak kölcsönt felvenni. Miért érdekes, ha valaki állampapírt bocsát ki? Azt az veszi meg, aki akarja. Nincs politikai nyomás vagy befolyásolás, valamennyire nincs. Annyira biztos nincs, mint egy államtól, mondjuk az Egyesült Államoktól kapsz hitet, mint a lengyelek, akkor azt hittük, hogy ez egy hátrány, mert ugye az Egyesült Államok, amikor ad hitelt, általában úgy szokta csinálni, hogy akkor azért a saját áruit próbálja elsózni arra, aki a hitelt felvesz. Ez, mondjuk ez elég természetes, mi is így csináltuk, amikor a fejlődő országoknak adtunk hitelt. No, végül nem lett ez a lengyeleknek olyan nagy hátrány, hogy ők például amerikai állam hitelt vettek igénybe, mert amikor eljött a szabadság pillanata 90-ben, akkor nekik az amerikaiak elengedték. Miért engedték el? Olyan érdekes lehet ez elvileg szerintem jogászhallgatóknak. Azért, mert a jogi konstellációban Amerikában a lengyel lobby nagy hatást tudott gyakorolni az adott szenátor, hogyha nem szavazza meg a lengyeleknek az elengedést, akkor nem fogják megválasztani. És ilyen nagy erős tömeg volt a lengyel lobby, tudjátok? És ezért ők el tudták érni, hogy a lengyeleknek az amerikaiak elengedték. Tehát na most gyerekek, ti is tanultátok, és az egész közgazdaságtan folyton erről fog szólni, hogy no free lunch. Mi az, hogy elengedték? Ez azt jelenti, hogy az amerikai állampolgár vállalja át magára, mert akkor az állam elengedi a hitelt, amit az amerikai adófizetők pénzéből adott, elvileg. Tehát a lengyeleknek elengedték, nekünk nem lehetett, mert a miénk 1000 kis kézbe volt. Tehát azt bárki megvehette, állampapír. Ez volt nekünk a 70-es években az előny. Azt is tudnotok kell, majd jövő fél évben tanuljátok Katona Klára, vagy Slett András, vagy valakitől. Fogjátok tanulni, hogy egy állampapír kibocsátás mindig a lehető legolcsóbb, figyelembe véve az államhitel, banki hitel, vagy egyéb más forráshoz jutás lehetőségeit. Miért? Mert egy állampapír kibocsátásánál előreugrok a következő fél évi tananyagotokhoz, annál egy olyan prospektust kell kiadni, amelyek alapján valaki nagyjából felmérheti, hogy ezt a papírt érdemes-e neki megvenni, ha van hozzá elég ismerete. Azért kell közgazdaságtan tanulni minden embernek egy kicsit, hogy valami fogalma ezekről legyen személyes döntéseinél. Pláne egy jogásznak. Ilyen. Nos, olyanokat kell beleírni a prospektusba, amit tájékoztat. Például akkor, amikor mi 70-es évek elején, 73-ban, jól emlékszem, kibocsátottuk az állampapírjainkat, akkor beleírtuk Magyarország gazdasági helyzetét, hogy hogy néz ki. Úgy kellett hazudni, hogy rajt ne kapjanak, ugye? Tehát, hogy milyen rózsás a helyzet. De mindenképpen valami képet kaptak az emberek Magyarországról, és ez volt a legjobb barak a lágerbe. Na, hát ennyit erről, hogy állampapír, és hogy hogy van ez az egész dolog, de térjünk vissza Tomás Halikra. A magyar állampapírokat akkor, amikor kiderült a 70-es évek végén, 80-as évek elején, hogy Magyarország totális csődben van, mert lehet, hogy nem fogja tudni fizetni az állampapírjait, hát akkor nagy baj volt. Ki veszi meg? Hát a Templeton alap vette meg. Templeton, ez az úriember, egy amerikai keresztény ember volt, aki mindig a bajban lévő váltok papírjait vásárolt össze, ebben van puszta racionális logika is. Van puszta racionális logika is abban, hogy a gyengéknek a papírjait veszük meg, mert hogyha talpon maradok, utána már csak erősebb lesz. Annak idején mindig ezt mondta
André Kosztolányi, egy híres ilyen tőzsdegurú bácsi, aki sokat keresett a tőzsdén, azt mondta, hogy ő mindig a legrosszabb papírokat, az orosz állampapírokat veszi meg 2 kopejkáért. Mert annál csak jobb lehet, ha egy pici konszolidálódik a helyzet. És ha már 4 kopejkára legy, a 100% hazon van rajta. Ilyen érdekes a egyszerű matematika a pénzügyekben. No, ez a templeton is úgy csinálta, hogy tehát nem csalt, nem károsított meg senkit, sőt segített a bajba jutottakon. Mert forrást biztosított nekik, mint például nekünk Magyarországnak is, amikor senki más nem akarta megvenni a mi papírjainkat. Képzeljétek el. Hát mondom, én innen ismertem a templeton. Mi a bús bánat köze van a paphoz, a cseh paphoz, akit titokba szenteltek pappá annak idején, mert a 70-es években ott is ilyen numerus clausus volt, hogy hány embert lehet papnak szentelni. Hát az volt a helyzet, hogy templeton egy bizonyos idő után eladta a hatalmas, milliárdos vagyonát, csinált belőle többek között Londonban egy főiskolát, ami nagyon magas színvonal, az első 3-4-ben van a világon, ahol közgazdaságtant lehet tanulni, és csinált egy alapítványt, aminek a pénzéből akkora összeget adnak minden évbe egy embernek, aki a spiritualitás szellemébe végzi bármilyen munkáját, fizikai, kémiai, közgazdaság, akármilyen munkát, vagy papi munkáját, igazi, spirituális, lelki, emelkedett szellembe végzi Istenbe való hittel. Nem nézi, hogy milyen vallású, csak spirituális legyen. Ez 1 millió fontot jelent egy évben. Nem kevés pénz, mert tudjátok, hogy a 1 millió dollár, az kevesebb értékű a Nobel-díj. Tehát mindig magasabb, mint a Nobel-díj. És ezt azt kapja meg, aki spirituálisan közelít a munkájához, és ebben valami komoly eredményt elér. Kedves hallgatóim, barátaim, ahogy az előbb mondtam, én nem pályázok templeton díjra, annyit nem tudok elérni, de ebbe az irányba akarom, és műveltem eddig is Pistával együtt a közgazdaságtudományt, spirituálisan. Ezért van ez az előadás, amiről most szó lesz. Hát először is azt minnyáján hallottátok már, hogy a közgazdaságtant azért egy olyan fajta tudománynak tekintik, amely nem azonos a korábbi etikával, tehát kiszakadt az etikából. Azt viszont lehet látni, hogy a mai világban a közgazdaságtudomány nem lehet nemzeti keretek között, egyéni, lokális vagy nemzeti keretek között megfogalmazni. Minden esetben csak is a globális keretekben értelmezhető, hiszen bármit csinálsz, te fogyaszthatsz dél-amerikai, itt tudom én milyen gyümölcsöt, és eladhatsz akárhová a termékedet, ha el tudod adni. Egy informatikus, ezt biztos másút is hallottátok már, Indiának az exportjában 40% az informatikai export. A világ legmagasabb aránya indiai exporton belül az informatikai szolgáltatás export. Ilyen magas szolgáltatás export arány még Amerikában sincs, pedig ők aztán szeretnek szolgáltatást eladni. Tehát ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag nem tudsz úgy kalkulálni, hogy nemzeti kereteken belül termelés, eladás, munkamegosztás, mint annak idején ugye Adam Smith gondolkodott, aztán ezt David Ricardo kitágított egy kicsit már komparatív előnyökkel a kereskedésre, de most egyszerűen lehetetlen bármilyen, bármelyik gazdasági döntést annélkül mérlegelni, hogy ne néznéd, megyük csak a GDP-t, majd fogjátok, vagy már eddig tanultátok, hogy egy GDP-be mit termelek, az az én GDP-m. Az nem biztos, hogy pontosan ugyanazt termelem, amit fogyasztok, mert lehet, hogy lecserélem egy jelentős részét a termelésemnek a külkereskedelmen keresztül, de hát már is azt jelenti, hogy az én termelésem attól függ, hogy más országban mit fogyasztanak, nem az, hogy az én országomban mit fogyasztanak. Értitek? De ezért izgalmas, hogy a közgazdaságtan csak is globális, világgazdasági keretekben érdemes és lehet tanulni, ajánlom figyelmetekben majd, következő évfolyamokban Körösi tanár úrnak, ha Isten érteti őt is fogja tartani, a világgazdasági választatók kurzusait. Na most éppen azért, mert a világ minden részével kapcsolatba kerülhetünk akkor, amikor gazdaságról beszélünk, akkor azt is meg kell nézni, hogy ha igaz, amit én mondok, hogy egy spirituális háttér mindig van minden cselekedetünk mögött, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy milyen vallás-erkölcsi tanítások éltek és élnek ma is
a világ különböző részein, itt mindjárt közbevetem, hogy él 7 milliárd ember, ebből 6 milliárd valamilyen vallást követ. Nehogy már azt higgyük, hogy mi, a fejlett világ képviselői, ahol az ateizmus nagyon előre tört, hogy mi vagyunk a dominánsok a világban. Tehát szinte túlnyomó többség az emberiségnek valamiféle vallási tudatban él, és ilyen értemben így is gazdálkodik. Azt azonban szintén, ahogy említettem már a bevezető szavakban, és ahogy ezt kellett, hogy halljátok, tudható, hogy a modern mainstream közgazdaságtan, amely szerte a világon a közgazdaságtan, magát az erkölcstől függetlennek tekinti. Matematikai jellegű tudománynak véli saját magát, modelleket készít. Ezek a modellek sokszor köszönő viszonyban sincsenek az élettel, de jó logikai egységet alkotnak, és lehet alapján levonni következtetéseket, doktori disszertációkat, nagy doktori értekezéseket lehet az alapján írni. Éppen azért, mivel azonban az élettel való kapcsolat nem igazolódik, ennek a legpregnánsabb példája az volt, hogy a válságot nem tudták a közgazdászok előrejelezni. Ezt is biztos hallottátok sokszor már, hogy Erzsébet királyné mondta a közgazdászoknak Londonban, hogy hát hogy nem tudták ezt a hatalmas világot megrengető válságot előrejelezni. De ha nem tudták, ez azt jelenti, hogy mit sem ér, hogy finom legyek, a modell, ugye? Amikkel előrejeleztek, napokkal előtte még pozitívan nyilatkoztak. Hát hogy lehet, hogy semmi nem látok? Éppen ezért felül kell vizsgálni a közgazdaságtan tételeit, amelyek ilyen absztrakt matematikára épültek. Ezért én elhatároztam, hogy most úgy fogom nektek, kedves barátaim, bemutatni a világ különböző vallási tanításait, hogy azokat ilyen közgazdasági kérdések köré csoportosítjuk, hogy mi a véleményük a tulajdonról, a gazdasági motivációról, hogy mennyire az vezeti az életüket, hogy pozitívnak tartják-e a gazdasági aktivitást, hogy hogy tekintik a világot, hogy az megismerhető-e, mi a véleményük a társadalomban lévő jövedelmi egyenlőtlenségről és az újraelosztás szükségességről, és hát esetleg a jótékonykodásról, ami aztán tényleg nem egy piaci kategória, mert ugye amit kell adni, az kell, de amit nem kell, azt adhatod, az a tőled függő. Hát nézzük meg, mit mondanak a világvallások a tulajdonról. Egyik világvallás sem utasítja el azt, hogy tulajdon legyen. Ez azért érdekes, mert sokszor szoktunk úgy fogalmazni, hogy a marxizmus is egyfajta vallás, mert tényleg elvakult hittételként tekintett rá annak idején sok, talán idealista, később aztán már nem tudom, hogy minek nevezzem, nevű politikai elkötelezett, szinte vallásosan próbálta követni a marxizmus tételeit, na az pedig az ateizmuson alapult, és ott azt mondták, hogy nem lesz majd magántulajdon. Na hát ez volt az egyetlen, ha ezt vallásnak tekintjük, amely annélkül a magántulajdon jogosultsága nélkül volt, minden más vallás elfogadja a magántulajdont. A monoteista vallások megfogalmazásában mi a vagyont mindig csak kezelésre kaptuk meg. Kezelésre. Ti idegenek vagytok-e földön, ugye, és a föld az enyém, ugye, így szól a Bibliában. Vagyon szerezni igazából helyesen a tanítások szerint morális értékek alapján lehet. Tehát csalással nem, ezt nem támogatja egyetlen vallás se. Mindig számot kell adnunk, hogy hogy jutottunk a vagyonhoz a teremtőnknek, aki egyben az egész világ teremtője. Ő a mindennek a tulajdonosa. És egésznek, ennek az egész elszámolási kérdésnek az alapja a halál utáni lét és a számadásba vetett hit. Tehát ott, ahol ebben nem hisznek, konfuciánusok például nem hisznek ebben, sose felejtem el, nekem kedves fiatalkori versem volt, egy kínai vers, egy öreg kínai költő verse, rövid. Itt ülök és gyászollak téged, édes számlálgatom, mikor leszek már 70 éves. Jobb embereknek sem adott fiút az ég, tudjuk a konfuciánusok, mert ez nagyon fontos, hogy ez adja az ősök tiszteletét, és más költőket is érti, nagy veszteség. De én halál után se látlak hitvesen, mert nem hiszek ebben, és nem hittél te sem. Csak éjjelente, hogyha rád gondolok, látom a porban fáradt homlokod. Ez a szép kínai vers mutatja, hogy hogy gondolkoztak a halál utáni létről a kínaiak. Ugyanakkor azért érdekes volt, hogy ahhoz ragaszkodtak.
nagyon fontos volt, hogy az elsőszülött fiúgyermek mindig megadja az ősöknek a tiszteletet. Ebből aztán a mai korra az a probléma származott, hogy miután egy gyerekbe határozta meg a népesedési bomba miatt, ugye, Teng Xiaoping a vállalható gyerekszámot, aztán ha az nem fiú lett, akkor szegény család próbált a lányt eltenni láb alól. Bizony, bizony. A mai modern korban is vannak ilyen szörnyűségek, meg aztán mindenféle alkudozásot, hogy akkor lehessen még egyet próbálkozni, hát ha az fiú lesz. Mert az ekét, az egyszerű paraszti művelésben már pedig ez nagyon nagy rész volt Kínában, mert ott van egy vékony sáv ott a szélén, kedves barátom, elképzeljétek a térképen magatok elé, akkor láthatjátok, hogy ott a vékony sáv a tengerparton az iparosodott, de a többi az hótmezőgazdaság és hótelmaradott terület még. Ott húzni kell, meg tolni a ekét, meg húzni az igát, tehát oda egy férfi kéne. Egyrészt azért, hogy az ősöknek a tiszteletet megadja, másrészt a kapanyelét megfogja, ugye? Tehát ezért nagy gond ez a maximálisan egy gyerek, és majd le fogja csökkenteni a kínaiaknak a létszámát, ez befog rövidesen. Ti még látni fogjátok következni. Na, de ez egy kitérő volt. Térjünk arra, hogy mit mond a kereszténység a magántulajdonról. Azt mondja, hogy az esendőségünk következménye a magántulajdon, mert hogy olyan esendő emberek vagyunk, ilyen esendőek vagyunk, mi mondta Aquinói Szent Tamás, ezért kell, hogy tulajdonunk legyen, mert akkor arra vigyázunk, azzal törődünk. Kis probléma ezzel, ugye? Hogy azért a tulajdonok nem teljesen fedik le a magántulajdonok, akkor mi van azzal? Ez a bizonyos közlegelők problémája, erről is fogtok majd Slett Andristól hallani. Hát ami mindenki, az éppen senki, és ugye ez így nem jó, mert akkor azzal kitörődik. Az tönkre megy, és hogy hat az vissza a magántulajdonokra? Úgyhogy feltétlenül kell egy ennél magasabb szemléletű gondolkodás, de azért az általános az, hogy a magántulajdonon alapulnak a társadalmak. A motiváció. Milyen motivációt adnak a különböző vallások? Miért fontos ez? Mert tehát a gazdasági tevékenységhez kell valami ösztönző erő. Azt szeretném mondani, hogy azt, hogy pusztán a profitért csináljunk valamit, vagyis profitorientált tevékenységet folytassunk, ezt minden vallás elutasítja. A jeles konfuciánus tanító, Konfuciusz mellett volt egy Mencius nevezető, aki valakit érdekel ez a témakör, az találkozik majd bele, ezt mondta, hogy nem szabad, hogy a profit motiválja az ember cselekedeteit, függetlenül attól, hogy neki a családjának vagy az államnak származik haszna belőle. Mert a modern konfuciánus tanítás szerint is a profit, mint a közösségnek hasznos tevékenység mellékterméke elfogadható, mint előre látott, de nem kizárólag szándékolt következmény. Vagyis nem a profitért csinálok, hanem azért, hogy szolgáltat teljesítsek, de ha annak az eredménye a profit, akkor annak persze lehet örülni. Általában, hogy mennyire ösztönöz egy vallási háttér aktivitásnak, rendkívül tanulságos, mert ugye a buddhizmus azt tanítja, hogy jelenlegi helyzeted a múlt törvényszerű következménye, az előző életedben haszontalan voltál, most kukac leszel. És hogyha most haszontalan vagy, akkor sakkál lesz belőle. Tehát ez a, nem akarom gunyolni, ha véletlen valakinek van köztetek, akinek van ehhez affinitása, nem akarom gunyolni, de tény és való, hogy a determinizmus benne van, hogy amit te most csinálsz, a következő életed olyan lesz, és nem lesz semmiképpen másképp. A hinduizmusban még erősebb a determinációt, azért vannak a kasztok is. A konfucianizmus és a monoteista vallások viszont egyaránt hangsúlyozzák, most elsősorban a monoteistákra térek rá, mert az előzőben sokat beszéltünk konfuciánusról, a tevékeny alkotó lét szükségességét. Miért? Mert hát ugye az Ószövetségben, a zsidó vallás alapkönyvében, a teremtés könyvében benne van világosan a feladat, amit az Isten az embernek ad, hogy őrized és gondozzad ezt a világot. Érdekes módon, az iszlám az szintén támogatja az aktivitást, a vállalkozó szellemet, az egyén szabadságát gazdaságilag, persze abban nem tartoznak bele a burkás hölgyek. Az ember elidegethetlen jogának tartja elvileg, de nagyon szigorú morális szabályokhoz köti, mint általában mindent a
iszlám tanítás és társadalmi élet szervezése. A kereszténységre pedig elég nekünk csak, aki ismeri a Bibliát, hivatkozni, hogy Szent Pál milyen büszkén mondja, hogy sátor építőként, sátor csinálóként keresi a kenyerét. És leszögezi, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Ugye akkor már várták mindjárt a világ végét, és sokan gondolták, akkor nem pazarolják az energiájukat. És mondta, hogy mindenkinek dolgozni kell. A modern katolikus tanítás, hú, erről egy egész előadást nagyon szívesen tartanék. A különböző enciklikáknak a munkával kapcsolatos tanításáról, de a legszebbet azt nem tudom kihagyni minden évfolyamban, mindig mindenkinek, mindenhol, ahol csak lehet, elmondom. A Mater et Magistra enciklikát, 23. most már Szent János pápánkról, aki rendkívül magas elismeréssel írt a munkáról, ezen belül a mindnyájatok által olyannyira lenézett paraszti munkáról, hányszor hallottad már azt, hogy te paraszt? Ilyen pejoratív kifejezés. Hát én is paraszt vagyok közben veletek, ott túrom a földet. Férjemmel, dr. Botos Józseffel, a társadalombiztosítás egykörű vezetőjével, államtitkárral egyetemben túrjuk a földet. És a dán paraszt is paraszt, aki fölül a traktorára egyetemi diplomával. Igen, ez nem szégyen, és 23. János pápa, ő is nagyra tartja a munkát, de ő, Szent János pápánk a leghatározottabban megfogalmazta, hogy a világ legmagasabb rendű munkája a paraszti munka, mert azt az Isten műhelyébe végezzük. Én megmondhatom nektek, Pista a tanúja sokszor meglátogatott már engem a vidéki birtokunkon, ahol élünk. Nehezen élünk a mai világban, de élünk, hogy milyen csodálatos az, amikor a természettel együtt az ember látja munkáját és éli annak gyümölcsét, ahogy ezt Berzsenyi olyan szépen mondja, ha ismeritek még ezt a költőt. Kezének munkáját éli örömmel, olyan szépen fogalmaz. Mindenkinek tudom tanácsolni, mindenkinek tudom tanácsolni. Ne higgye azt, hogy egész életében ott fog ülni az ügyvédi irodába, vagy a jogi tanácsadó szobába, és ezt élete végéig bírja majd, mert egyrészt már nem is bírja, másrészt vágya is lesz másra, harmadrészt lehet, hogy úgy hozza az élet, hogy kell is. Érdemes egy darab földet szerezni. És azt egy kicsit túrni, sok örömet találtok benne. Mit mondanak a világvallások a világ megismerhetőségéről? Mert ez is a motivációnak egy része, hogy innovatív akkor leszek, ha érdekelnek dolgok. De hát akkor érdekel, ha van értelme foglalkozni vele, mert megismerhető. A monoteista vallások, amelyek az Ószövetség teremtés történetét elfogadják, a világ megismerhetőségéből indulnak ki. Már Tertullianus a második században leszögezte, nincs, amit az Isten ne értelemmel alkotott volna, tehát az értelmes ember megismerheti. Egy kicsit vulgáris leszek. Marha érdekes, nem, hogy az egyház védi az értelmet, a rációt. Fidesz et ráció volt második János pápának egyik enciklikája. Fidesz et ráció. De a hit és a tudás nem összeegyeztethetetlen. A zsidó vallási tanítás kezdettől fogva nagyon fontosnak tartotta az ismeretek szerzését, a műveltséget. Ezt figyeljétek meg, egy jogásznak füle kell legyen az ilyen nüanszokra. Úgy, mint vallási kötelezettséget. Tehát nem azt mondja a zsidó vallási tanítás, hogy a jó zsidó polgár törekszik a műveltségre, hanem minden zsidónak vallási kötelezettsége, hogy tanuljon. De egyébként ezt ugye egész egyszerű dolgokból, egy filmet megnéztek, na nem emlékszem, melyik film volt, nagyon jó pofa volt, a lobakat lelőjük, ugye, vagy valamilyen ilyen jó kis kultuszfilm volt, ahol egy zsidó kisfiút, mert amerikaiaknak ez a kedvenc témája a vallási megkülönböztetés, ott náluk ez nem PC, és a kisfiú ott áll kint, és kell neki felolvasni a héber szöveget, mert ugye ott úgy van ez a bar mitzvánál. Ugye tudjátok? És meg ott nyökögve olvassa fel a szöveget. De mindenkinek meg kell tenni, aki felnőtt tagja akar lenni a zsidó közösségnek, férfi. Lányok, mi mindig háttérben vagyunk. Kivéve most a mostani világban, ahol meg átestünk a ló túloldalára, de erről majd később.
Azt is kell mondanom, hogy a zsidók hozzájárulása a felhalmozott szellemi tőke átadásához az írásos forma terjedésével rendkívüli mértékű. Olvastam Jonathan Sacks londoni főrabbinak egy írását, amelyben bizonygatja, hogy mindent ők találtak ki az ABC-t is. Na, mindegy. Aztán azt is mondanám, hogy az arab tudományosság egy kicsit elkutyult a későbbi időkre, miután nagyon kockafejűvé váltak ottan a vallási vezetők, és nem szabad egy hangot se eltérni a Korántól, de előtte, ugye mindjárt tudjátok, hát csak a matematikára kell gondolnunk, hogy nagyon nagy értékű volt az arab tudás, és ilyen értem az iszlám is. Hát a keresztény kolostorokról meg mindjárt tudjuk, hogy az egyetemek és a kolostorok szorosan összefonódtak, a tudás őrzésének, átadásának centrumai lettek. Nekem kedvenc történetem volt a biológiából, hogy hogy is jött rá az egyik szerzetes arra, hogy a fehér meg a színes babokból lesz a tarka. Ugye? Tehát, hogy a géneknek a keveredéséből. Tehát tulajdonképpen a tudományosságot, sőt, még azt is mondanám, hogy a számvitelt, amiben picit majd aki szakosodik, azt fog tanulni, és kell, nagyon hasznos, a számvitelt is egy szerzetes találta fel. Kettős könyvelést. A humán tőke felhalmozódása tehát, ami alapvető fontosságú a gazdasági növekedés szempontjából, vallási előírásként van benne az Ószövetségben, és ilyen értelemben a kereszténységben is. Nem is csoda aztán, hogy az innovációk többsége a keresztény Európában született meg. Pontosabban annak a felhasználása, az innováció az értelme, hogy felhasználni valami gazdasági célra, mert azt ugye tudjuk, a puskaport már feltárták a kínaiak, aztán ünnepségekre használták. De nem jutott eszükbe, hogy ágyúba töltve úgy le lehet söpörni az ellenséget, mint annak a rendje. De rengeteg mást. Én például egyáltalán nem tudtam, én nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hallottatok-e valaha, én nekem novum volt, hogy a kémény, mint innováció. Kémény. Hogy Európában vagy kéményt építettek, rengeteg bajt okozott a szabadtéri füstölés, amit úgy valahogy elvezettek a zárt terekből, és a kémény, mint innováció. Vagy a szemüveg, vagy az iránytű, ami nélkül nem lehetett volna a felfedezés, mert bolyonganál a tengeren, aztán foroghatnál körbe. Tehát óriási jelentőségű innovációkat mind az Európa civilizáció hozott. Nézzük meg még egy fontos gazdasági kérdését a közgazdaságtannak, hogy hát hogy állnak hozzá az igazságossághoz, az elosztásban. A buddhista tanokban nincs akkora hangsúly a társadalmi igazságosságban, mint az egyisten hívő vallásoknál, azonban ők is szükségesnek tartják az újraelosztást, mert a vagyoni különbségek békétlenségeket okoznak. Van egy ilyen, hogy Lion's Roar Sutra, egy ilyen, ami beszámolt arról, hogy milyen feszültséget okoznak a nagy vagyoni különbségek. A konfuciánus tanítás pedig mindenekelőtt a nagy család jólétét tekinti alapvetőnek, és azért mindent megtesz. Érdekes dolog az adó kérdése. Mert ugye, ha újraelosztás van, akkor elvonásnak is lennie kell. És az elvonásnál az ószövetségi tanítás szerint is úgy van, hogy ki kell fizetni a napnak végén a béreket, nem szabad visszatartani. De az is benne van az ószövetség népénél, hogy a jubileumi év és a kürtölés éve alkalmával vissza kell juttatni a rabszolgáknak a szabadságát, földet eredeti tulajdonosokhoz, megakadályozva a teljes vagyoni differenciálódást. Hiszen ha örökre lenne egy rabszolgát odaadnak, az 7 évig dolgozik, akkor körülbelül biztos, hogy letudja az adósságát, ami volt neki. Azért kell utána szabadon bocsátani. Vagy hogyha a föld került át, nem teljesített adóssága fejébe valakihez, hát akkor az következne be, ami most is bekövetkezik, emberek. A differenciálódás a vagyonba. Ezek az ébresztő célú hangoskodásaim. Látom, mosolyogtok rajta. Igen, aki elfáradt a figyelésbe, az akkor ettől egy kicsit jobban fölébred. Tehát az a helyzet, hogy azért nem lehet hagyni, hogy vég nélkül nőjenek, hízzanak a vagyonok, mert akkor azzal polarizálódik a szegénység a társadalom másik részén, és ebből mindig társadalmi feszültség lesz. Aki görög filozófiával valaha foglalkozott, tudja, hogy az arany közép milyen fontos, hogy ne legyenek nagyok a vagyoni differenciák. Tehát már az ókori demokráciákban is így volt. Érdekes dolog, és egy jogásznak csemege, a zsidó tanításban az úgynevezett tzedakah,
ami a kötelező jótékonyságot jelenti, ez azt jelenti, hogy jótékonykodnod pedig kötelező. Ez azért furcsa, mert a római jog, amit nagy ütemben tanultok itt majd, ugye az azt mondja, hogy van jus és van karitász. Hát az, hogy mi a jus, azt meg kell adni, a karitász az tőled függ. A zsidó tanítás azt mondja, hogy köteles vagy, tehát nem tőled függ, köteles vagy jótékonykodni. Ugyanígy írja elő ezt az iszlám is. Náluk az úgynevezett köteles adó, ami a kötelező jótékonyságot jelenti, az a zakat. Az új szövetség is leszögezi, hogy méltó a munkás a magabérére, és az úgynevezett osztó igazságosság, vagyis a disztributív igazságosság eszméje a modern keresztény társadalmi tanítás alapja. Társadalmi tanítás címen külön tanultok, úgy tudom, de mindig ne felejtsétek, hogy társadalmi tanítás nagyon szép, de mindig alapja a gazdasági tanítás, mert egyenlőek vagyunk, de lehetsz-e egyenlő, ha jelentősek a vagyoni különbségeid? Erre mondta nagy gondolkodónk, hogy a politikai szabadság, félszabadság, ez pedig nem más volt, mint Prohászka Ottokár. Tehát nagyon szép, hogy szabad vagy, de ha gazdaságilag függésben vagy. És mennyire igaz ez Magyarországra, amikor folyton valakinek az anyagi függésébe vagyunk. Vagy az oroszoknál, vagy a pénzpiacnál, vagy az Európai Unió alapjainál. Tehát sajnos a szabadságunk és a nagyra tartott szuverenitásunk mindig korlátozott. Ha beismerjük, ha nem. De vannak dolgok, amiket, ahogy mondják, ahogy a nótát húzatja valaki, akkor azt úgy játssza a cigány. Mi vagyunk a világ cigánya. Nekünk kell úgy táncolni, ahogy fütyülnek. Az az érdekes a keresztény tanításban, hogy ugye ő beépíteni kívánja a modern társadalmi tanítás értelmébe az igazságosság eszméjét a jogba. Ezért kell és kötelező minden keresztény embernek, amit elszabotál a fele, vagy nem fele, 80%-a. Hogy részt venni a társadalmi életben, én nagyon sokszor szoktam megkérdezni, lázongó, elégedetlenkedő, sokszor joggal, sokszor nem joggal, elégedetlenkedő polgártársaimtól, és mikor mentél el a képviselőtől, és mikor verted az asztalát, hogy akkor ezt képviselje, és ragaszkodtad, és beszámoltatod, és megkérdezed, mikor csináltátok meg? Ki csinálta meg ezeket? Mondja, tegye fel a kezét az, aki valaha volt az adott területen képviselője, fogadóóráján, és tett fel neki valamilyen megoldandó feladatot. Körülbelül erre a válaszra számítottam, ugye? Tehát, hogy senki. És ezt nem csak nálatok, akárhol kérdezem meg egy közösségbe. Mindig kiderül, hogy mindenki háborog, de nem él azzal a lehetőséggel, amit egyáltalán adna a jelenlegi jog, akár itt nálunk Magyarországon is. Tehát a keresztényeknek kötelességük részt venni a közéletben. Ezeket a tanításokat a pápai enciklikák rendkívül részletesen behatóan szabályozzák ezek körül. Külön felhívom a figyelmeteket, kiemelem a Caritas in Veritatét 16. Benedektől. Benedeknek a enciklikái fantasztikus, többi is jó gyerekek, előtte is, utána is. De ezt mindenképpen el kell mindenkinek olvasni, aki jogász akar lenni. Azt írja, hogy csak az igazságossággal és ésszel megvilágított szeretet, Caritas in Veritate, igazságossággal ésszel megvilágított szeretet, teszi lehetővé az emberi értékek alapján történő fejlődést. Másrészt a hiteles fejlődés csak a javak és erőforrások igazságos felosztásából fakad. Előbb-utóbb, ha nem így van, mindig kitör a válság és a probléma. Na és elérkeztünk így a vége felé ahhoz, hogy a Caritas már erről tulajdonképpen a Danánál, a Tedzakatnál, a Zakatnál már beszéltünk. Itt van, illetve a Danát most mondom nektek, hogy azért a jótékonykodás az a buddhizmusban is be van építve, mint kötelező, mert hogy helyes vagy illendő dolog. De én azt úgy tekintettem, ami a buddhizmusban van, hogy ez egy kicsit ilyen spirituális materializmust, mert annak adok, aki számomra a legtöbb lelki hasznot hajtja. Mert ott ugyanis az van, hogy egy testes buddhista szerzetesnek adott adomány, az többet ér, mint ott a haldokló megsegítése Teréz anya formájában. Mert hogy a vallási tanítás szerint a szerzeteseket fenn kell tartani, ez eddig rendben is van, és a nekik adott tér több elismerés jár a lelki javakban. Nem vagyok szakértője természetesen a buddhizmusnak,
ezt olvastam, minden, amit mondok és elmondtam nektek, azok autentikus személyektől származó írások alapján történő megállapítások. Ezt egy buddhista, tudós embernek az írásából idéztem. Ezt a kis spirituális materializmust. A zsidó és iszlám tanításban is már láttuk, hogy az újraosztás bizonyos értelemben kötelező, de ezen felül önkéntesen is lehet adni adományokat. Figyelemre méltó, hogy az iszlámban is szerepel, ami a keresztény tanításban is, hogy ne tudja a jobb kezed, mit cselekszik a bal. A mai világban ugye nehéz pozitívan beszélni az iszlámról, mert mai napra egyrészt begyepesedett, kockafejűvé vált a vallási tanítás, másrészt politikává vált, és a szegény Hunyadi János nem véletlenül halt meg, ugye a Pest is következtében, amit a keresztes adag segítségével Nándorfehérvárnál megvívott a törökkel szembeni csatát. Mert politikai, németül Eroberung, van itt valaki németes? Ott tudjátok, hogy az Eroberung, tehát a megszállás, elfoglalás. Ennek az alkalmával a drága jó németek és Habsburgok éppen eléggé rosszul viselkedtek velünk, tehát nem tudom, hogy a török megszállás okozott egyéb kárt, illetve tudom, mert biztosan tudom, hogy a Habsburg megszállás okozott több kárt Magyarországnak, mint a török megszállás. Ez hihetetlen, ugye? Mert most a szemünkben az iszlám mai térhódítása van, és politikai törekvései, és annak a európai civilizáció eltörlésére irányuló törekvései, és így ez nem tűnik szimpatikusnak, de az eredeti és tiszta iszlám tanítás az is olyan spektrumban van, hogy annak van egy olyan része, amit tök el lehetne fogadni. De hát sajnos az, ami itt megjelenik, azt viszont nem lehet elfogadni, ezt én is így gondolom. A modern katolikus tanítás az állam szerepvállása mellett tehát nagy hangsúlyt helyez az önkéntes, ellenszolgáltatás mentes jótékonyságra. Egy fontos dolog, hogy a szükségesből adott adomány nagyobb értékű, mint a fölöslegesből. Na, melyik bibliai rész jut eszetekbe? Szerintem mindenkinek, lányoknak főképp, mert azok ilyen szempontból, ha szabad mondanom, fogékonyabbak. Mi van az öreg asszonnyal, aki a két fillérjét adja oda, és akkor mondja, hogy ez többet ér, mint a nagy adomány? Összefoglalva, tehát azt mondhatjuk, hogy a piaci fundamentalizmus egyetlen világvallás sem támogatja, mindegyik szükségesnek tartja a spontán piaci tevékenység tudatos korrekcióját állami vagy civil szervezetek vagy magánjótékonykodás révén. A modern gazdaságban a szociális piacgazdaság berendezkedése, melynek legnagyobb ismerője itt ül köztetek, Kőrösi István, lehet az, amelyik a piaci motivációt és az igazságos elosztás követelményeit összehangolja.